Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, színes lesz a mai víkend is. Gasztronómiai fesztivál, zenei programok és erőverseny is lesz a témáink között. A világhírű újfehértói fürdős megyről elnevezett fesztivállal kezdünk. Már itt ülnek velem szemben a stúdióban az idei fürdős fesztivál szervezői, dr. Hosszú József polgármester. Üdvözlöm, és Szűcse Mese pedig, mint rendezvény szervező. Sziasztok, jó estét! Szép estét, köszöntjük a televízió nézőket. Gondolom, hogy nagy az izgalom már, hiszen a jövő héten ugye reméljük, hogy az égiek is a kegyeik befogadják a rendezvényt. Mikor kezdtétek magának ennek a fesztiválnak a szervezését? A fesztivál szervezését tavaly elkezdtük, hisz tavaly szerettük volna megrendezni, de sajnos a tavalyi vírus helyzet ezt felülírta, így el kellett, hogy halasszuk erre az évre, de azokkal a fellépőkkel, akikkel már tavaly megállapodtunk, ővelük ugye fel kellett venni a kapcsolatot, és erre az évre is elhívtuk őket. Ugye ez a hatodik alkalom lesz, amikor Újfejton fürdős fesztivált rendezünk. A gyökerek azok az elmúlt évtizedre nyúlnak vissza, amikor a Zsindelyes Pálinkaház tulajdonosai, Pap József és csapata megszervezték az első fürdős fesztivált, utána volt egy pár év szünet, aztán az önkormányzat szervezte három alkalommal, most pedig megint egy év szünet a vírus helyzet miatt, most pedig ismét az önkormányzat szervezi. Ugye a fürdős megy egy olyan dolog, amelyről Újfejtő Éres, hogy említette is a felvezetőben, hisz 50 évvel ezelőtt, most kerek évfordulóján vagyunk, 50 évvel ezelőtt fejlesztették ki Szabó Tibi bácsi, ahogy helyben ismerik, és Petőferi bácsi együttműködésével alakult ki ez a fürdős megye, és amelynek olyan híre és értéke van, hogy ebben az évben már uniós oltalom alá is került a fürdős megye. Erről szeretnénk megemlékezni egy fesztivállal, amelyre a jövő hét végén kerül sor. Gondolom, hogy nincs Újfehértón olyan ember, aki ne tudná, hogy mit jelent a fürdős megye, de ha a nézők között van valaki, mondjuk ez ízében mennyivel másabb, mint a hagyományos megy, vagy az ebből készült pálinka, az miért különleges, hogy érzitek ti? Tájegységi, tehát ennek nem csak Újfejtőnek, hanem a környéknek a tájegységében található megyekből megyeket nevezik fürdős megynek. Kicsit savanyúbb, mint az átlagos megy, viszont amit mostani kutatások szerint gyógyhatása lehet, tehát arra megy egy kutatás zajlik, hogy a megy magból olyan kivonatokat készítsenek, amelyet a gyógyászati célra lehet hasznosítani, amely egy óriási áttörés lehet a gyógyszeriparnak, és ez a fürdős megy pedig a város hírnevét öregbíti, ezért is szeretnénk mindenféle rendezvényünkön egy évben egyszer legalábbis erről megemlékezni. Ezért mondják, hogy a pálinka az gyógyszer, főleg, hogyha, hogy, mert ebbe a mag is kerül egyébként, magában a pálinkában? Nem, az pálinkában nem. Is benne. Azt kiszedik, ugye meg ki kell magvazni a pálinka, a megyet, és utána készül belőle a pálinka. Nem baj, akkor is azt fogják mondani, hogy ez gyógyszer, ez a pálinka, van, még ha nem is kerül bele a gyógyító részt. Nos, ahogy polgármester úr mondta, ugye már gyakorlatilag egyben volt ez a rendezvény, de hát azért mégis kellett rajta csiszolni, meg szerintem az izgalom, hogy vajon most ebben az évben meg lehet-e rendezni ezek általában a nagy fesztiváloknál az utolsó pillanatokig szinte kétséges volt. Emese, egy picit mesélj a programokról, mi minden lesz. Hát természetesen ugye péntek délután fogunk kezdeni. Megpróbáltuk ugye először is a helyi Újfejtőről elszármazott, illetve a helyi fellépőinket megmozgatni egy kicsit. Lesz gyermekprogramjaink, péntek estére megterveztük az elmaradt április 28-ai városnapot, természetesen akkor lesznek majd a kitüntető díjak átadása, este neoton koncerttel zárunk, majd másnap főzőversennyel kezdünk, aztán ugyanúgy gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, lesznek kézműves bemutatóink, akár fafaragó, akár kovácsmester is bemutathatják, és láthatják a nézők is, hogy mit szeretnének. Tetszik nekik ez a dolog, reméljük. Majd. És úgy látom, hogy azért itt ez megint az éjszakában nyúlik, tehát vasárnap már kipihenhetik magukat, hiszen este 21 órától István a király? Igen. Ez már egy picit az augusztus 20-ai hangulatot is idézi, ugye, mert általában akkor, vagy legalábbis nekem az én gondolataimban ugye mindig összekapcsolódik maga ez a rockopera az augusztus 20-ával. Nagyon színes a program, nem tudom, hogy az időjárás milyen lesz, esetleg van B terv, vagy erről ne is beszéljünk, hogyha véletlenül rossz idő van.
Nem, ma Mária Pócson voltunk kirándulni a köztisztviselői nap és Semmelweis nap kapcsán, úgyhogy én egy külön imát elmondtam, hogy jövő hét végére szép időnk legyen, hisz egy szabadtéri rendezvénynek az időjárás az alapfeltétel, hogy jó idő legyen. Bízunk benne, hogy szép időnk lesz, azért fel vagyunk készülve arra is, hogy sátrak, ilyesmi, ami fedett helyre tudjuk terelni a közönséget. A színpad az természetesen fedett lesz, tehát az előadókat nem fogja zavarni, de ahogy hallom, a városban járva kell, az embereket ki vannak éhezve a rendezvényekre, tehát én úgy gondolom, hogy ha szakadó eső lesz, akkor is tere lesz a főtér, mert ki vagyunk ki. Tehát egyszerűen ez az elmúlt másfél év, ez akkora lelki terhet rótt az emberekre, amely után muszáj egy picit kimozdulni, és erre nagyon jó alkalom lesz a jövő hétvége. Nagy-nagy vákum van az emberekben, hogy egy kicsit megmártózzanak, akár egy ilyen kis kulturális, akár egy kis gasztronómiai élmény történjen. Ha már itt a gasztronómiához keveredtünk, ugye mondtad, hogy főzőverseny lesz. Ez is a megyhez kapcsolódik, vagy itt szabad fakanalat kapnak a versenyzők? Szabad fakanalat is kapnak, de lesz, tehát három kategóriánk van jelenleg, egy gasztro kategória, amit akkor bármit főzhetnek, viszont megvan a fürtös kategória, megy, tehát a fürtös megyből készült bármilyen legyen a sütemény, akár ők ciberét szeretnének főzni, vagy olyan dolgot, amiben például a fürtös megy kerül, bármit megtehetnek, illetve minden évben van egy olyan kategóriánk, ami egy bizonyos korhoz köthető, ez most a középkor lesz, és akkor középkori ételeket. Ebben kapnak valamilyen segítséget, vagy itt azért már előtte érdemes akkor egy ilyen kis kutató munkát végezni a csapatoknak? Hát ha szeretnének, akkor a múzeológus kollega segít nekik, de nagyon ötletesek szoktak lenni, tehát nem szoktak segítséget kérni. És akkor mit értékel a zsűri? Csak az ízt, vagy azért a külcsín is számít? Összességében mindent. Tehát akár a megterítéktől kezdve az ízt, azt mindenképpen, mindent. Egyébként milyen az idei termés a megy tekintetében? Még egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni a főzőversenyhez. Ebben az évben egy picit újítunk a főzőversenyen azzal, hogy kóstolóegyet fogunk árulni, tehát az oda látogató vendégek meg is kóstolhatják majd ezeket az ételeket. Korábban ennek nem volt hagyománya, de én úgy gondolom, hogy aki eljön és szétnéz és látja azt a sok finomságot, akkor adjunk neki lehetőséget, hogy ezt megtesse. A megy termés ebben az évben változó. Tehát nekem is van otthon egy pár megyfám az udvaron, azokon tökéletes termés van, de hogy beszélgettem a környékbeli gazdákkal, nagyon-nagyon változatos a fagy és a sokáig tartó hidegidő megviselte az ültetvényeket, de azt mondták, hogy minőségre jó megy lesz, csak mennyiségi problémáik vannak. Itt közben a nézők láthatnak néhány incsiklandozó felvételt, egyrészt ugye a medgyet is, másrészt pedig az abból készült finomságokat, ez egy korábbi rendezvényen készült, ahol látjuk ugye, hogy természetesen a magyar kultúra számos szegmense megjelenik a gasztronómia mellett, tehát a hagyományőrzés is, úgyhogy tényleg egy nagyon tartalmas hétvége elé néznek az újfehértóiak, de gondolom nem csak ők, hanem bárkit szeretettel vártok. Így van, tehát nem kérünk lakcímkártyát, aki szeretne eljönni, nyugodtan jöhet, és ami még nem hangzott el, hogy a gyerekekre is szeretnénk gondolni, tehát vidám park lesz mind a két nap, ahol dodgemezhetnek, körhintázhatnak, mindenféle játék lesz, hisz a gyerekeket is nagyon megviselt az elmúlt másfél év, tehát nekik is adjunk lehetőséget arra, hogy felnőttenül szórakozhassanak. Igen, és hál' Istennek most már ugye a maszk használat sem feltétele, de én azt gondolom, hogy aki úgy érzi jól magát, vagy azt gondolja, hogy így van biztonságban, természetesen semmi akadály. Enni nehéz lesz benne, de egyébként használhatják nyugodtan a maszkot. Annyit szeretném még elmondani, hogy úgy hitettük a rendezvényt, hogy a hatályos járványügyi szabályok alapján lehet igénybe venni, és részt venni a rendezvényen. Ma ez azt jelenti, hogy ha ma lenne, akkor védettségigazolvány, meglátjuk, hogy mi lesz a rendezvény napján, és az akkor hatályos szabályokat kell betartani majd. Így van, tehát jövő pénteken és szombaton Újfehérton Nagykanálra lesznek majd a Megyes Fesztivál, Fürtös Megy Fesztivál résztvevői. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget. A Kisvárdai Színház találkozóval megyünk tovább. A Sepsi Szentgyörgyi Tamási Áron Színház kapta a Magyar Színházak 33. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. A szombati díjkiosztó ünnepségen számos elismerést adtak át a résztvevő művészeknek. Milyennek értékeli ön a fesztivált színészként és miniszteri biztosként? Hát vegyes érzelmek munkálnak ilyenkor az emberbe. A búcsú napja van, az egy kicsit ugye szomorkássá teszi az ember hangulatát, de közben
nem lehet eléggé emelkedetten beszélni erről az egészről, nem lehet eléggé magasztalni azt, ami itt véghez vittek a művészek, a szervezőknek is külön köszönet, mert hisz a nehéz tavalyi év után idén ismét hittek abban, hogy érdemes nekifutni, és meghívták a résztvevőket, a résztvevők pedig energiát nem kivélve ilyen nehéz időszak után ismét eljöttek, ismét a megszokott időben, júniusban, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez megalapozta azt, hogy jövőre a 34. alkalommal mindenki itt lesz, reményeink szerint bővülni fog a játszóhelyek száma is a Kisvárdai várral, mondhatnám, jövőre már a Kisvárdai vár is visszavárja a kedves résztvevőket. Sok előadást sikerült megnézni? Igen, viszonylag sokat, de nem eleget. Nekem mondjuk volt némi előnyöm, mert én elég sok előadást láttam a saját helyén, a saját anyaszínházba, határon túl is néztem számtalan előadást, úgyhogy egy kicsit így előnybe volt, amikor elkezdődött a fesztivál. De hát megint a sokszínűség, ami először eszembe jut az előadásokról, aztán az a hihetetlen játék, kedv és energia, ami árad a játszók felől a nézőtérre. És hát nyilván az ember, amikor ezen gondolkodik, ugye az egyértelmű, hogy a színjátszásnak, ezeknek sajátjainak kell lenni, de most ez a nehéz időszak, ami képesek voltak fölülemelkedni, még inkább megsokszorozta, azt hiszem, az energiákat és a játékkedvet. Milyen volt itt a munka a zsűriben a fesztivál idején? Nagyon nagy élmény volt, mert a pandémia után azt hiszem mindenki nagyon vágyott arra, hogy színházat lásson, alkotókkal találkozzon, nagyszerű színészek bűvöljék el, és ez az egy hét, ez tényleg varázslatos volt, nagyszerű kollégákat, művészeket, színészeket láthattunk, és nagyon-nagyon jó előadásokat, és a zsűritársaim is nagyon kiváló szakemberek, és azt hiszem, hogy nagyon közös elhatározással hoztuk meg a döntéseinket, de hát mindenki nem tud díjat kapni, pedig sokkal többet érdemeltek volna. Ez a fesztivál, ez azért nagyon jó, számomra nagyon fontos, mert olyan határon túli alkotókkal tudok megismerkedni, a fiataloknak, fiatal, akár színészeket látni, fiatal rendezők munkáit, írók, költők, alkotóművészekkel találkozhatok, akikkel egyébként máshol nem lenne hely, hogy találkozzunk. Úgyhogy Kisvárda amúgy is a szívem közepe, mert hiszen én is ebben a régióban születtem, úgyhogy én mindig otthon érzem itt magam. A legjobb rendeződíját kapta itt a Kisvárdai Fesztiválon. Milyen érzésekkel vette át a díjat? Ez ugye egy egyéni díj, és hogy a zsűri valamiért úgy értékelte, hogy erre én most alkalmas vagyok, én sokkal inkább azt hiszem, hogy nem én vagyok erre alkalmas, vagy bármilyen díjra, hanem a teljes társulat és a teljes színház, amelyet most már, ha jól tudom, lassan 5 éve hát vezetek, és igazából azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen egy közös díj, ez nem az én díjam, vagy nem csak az én díjam, hanem mindannyiunk díja, mert mindig, amikor elkezdünk dolgozni, akkor közösen állunk a munkához, és közösen is fejezzük be, és nélkülük én sem lennék senki. Visszatérő vendégei a fesztiválnak? Igen, a tavaly sajnos nem tudtunk eljönni, ugye a korlátozások miatt, azt hiszem, hogy teszt probléma volt, 2 tesztet kellett volna végezni, de azelőtt folyamatosan itt voltunk, és szerencsénkre, vagy hát megtiszteltetésünkre folyamatosan díjazva is voltunk az előző előadásainkkal. És mit jelent önöknek ez a fesztivál, itt részt venni itt a Kisvárdai Fesztiválon, visszatérni évente? Hú, hát azt hiszem, hogy nekem személyesen több szintű a dolog, hiszen én még főiskolás koromban kezdtem el ide járni, akkor teljesen más szemmel néztük. Akkor annyiból volt nekem jobb, hogy meg tudtam engedni főiskolásként magamnak, hogy itt üljek szinte végig. Most sajnos ebben a rohanó színházi világunkban nagyon nehezen tudunk itt maradni,
és igazából ez a találkozás az hiányzik, ami 10 évvel ezelőtt, amit még megéltem, de hát ha ezen lehet változtatni, nekünk is van otthon egy fesztiválunk, ugyanezzel a problémával szembesülök én is szervezőként, és remélem, hogy hát ha ez a pandémia valahogy megnyugtat egy picit bennünket, és olyan dolgok lesznek fontosak újra, amelyeket már talán elfelejtettünk. A legfiatalabb díját vevő itt Kisvárdán, milyen érzés volt átvenni a díját? Nagyon megtisztelő, és köszönöm szépen, vagy nagyon hálás vagyok, és ez mindig jó érzés, amikor a munkámnak van egyfajta szakmai visszajelzése, szóval nagyon boldog vagyok. 2 előadásban működtem közre, a Kolozsvári Színház Nóra előadásánál, meg a Sepsiszentgyörgyi Rádó Efrém által írt és rendezett, amikor Teli Hold ragyog a turkáló felett című előadás, ahol fordító volt, a Nórába pedig dramaturg. Korábban járt már itt a Kisvárdai Fesztiválon? Nem, ez volt az első alkalom. Nagyon, nagyon pezsgő és sokszínű pár napot töltöttem itt. Nagyon rég volt, hogy ennyi színház csináló között lehettem ezekben az időkben, amik most vannak, szóval nagyon feltöltött az egész. A színház után zenei programokkal megyünk tovább. Sóston és a belvárosban is helyi zenekarok koncertjeire látogathatnak a kikapcsolódásra vágyók. Stúdiónkban Turcsán András szervező, az Akkord Zenei Egyesület elnöke, és mellette az Élőzene Művészeti Egyesület tagja. Tehát így topzódsz az egyesületekben? Igen. Üdvözlök mindenkit. Nem tudom most, hol kezdjük a dolgot, a Sóstóval, vagy a belvárossal. Hát melyikkel szeretnél? A Sóstóval. Okay. Annak van nagyobb múltja, meg nagyobb látogatottsága, meg szerintem többen ismerik. Hát az előzményekről ugye annyit, hogy jó pár évvel ezelőtt kigondoltuk Székely Szabolcs barátommal, hogy jó lenne helyi zenekarokat bemutatni valahol, forgalmas helyen, és gondoltunk először a belvárosra, aztán gondoltunk Sóstóra, aztán kilincseltünk, jöttünk, mentünk, talpaltunk, és végül Sóstó lett belőle. És azóta szervezzük ezeket a programokat. És hát ugye évről évre egyre több ember látogat ide ki, sőt igénylik, kérik, vannak nagy kedvencek, tehát ez folyamatosan fejlődik. Tehát a tegnapi Elkábít koncerten nagyon sokan voltak, nem merek számot mondani. Nagyon sokan voltak. Meg sem mered csatszolni. Hát hál' Istennek, én azt tapasztaltam, nemrég Sóstóról jöttem pont a belvárosba, és Sóston tényleg akkora élet volt, hogy valami hihetetlen. Tehát tényleg nagyon sokan voltak. Nagyon meleg volt, még este felé is. A belvárosban viszont kevesebben, tehát elképzelhető, hogy a belvárosban mondjuk inkább később lesznek többen, úgyhogy tényleg egy jó pódium mindenképpen, akár egy régóta profi zenekarnak, tehát aki már régóta játszik, de egy új csapatnak is jó lehet, jó kis bemutatkozás, hiszen a nézők pedig ki vannak arra éhezve, hogy halljanak élő muzsikát. Hát igen, elsősorban hogy az utóbbi idők történései miatt is egyrészt, meg másrészt ugye az, hogy a helyi zenekarok fellépési lehetőség elég korlátozott. Nincsenek már olyan szórakozó helyek, mint régen, ahol voltak ilyen vendéglátós zenészek, és akkor itt oda azért befért egy-két másik zenekar is. Nagyon kevés ilyen hely van, sőt, alig vannak már ilyen helyek, és ezért gondoltuk azt, hogy az egyesületünk megpróbálja megszervezni ezeknek a zenekaroknak a fellépéseit, és akkor így kaptunk támogatást, helyet, stb. Nos, akkor mondtad, hogy a héten ugye az Elkábít kábította el. Igen. A kedves nézőket, zenehallgatókat. Mi lesz a menü most a nyáron? Hát van nekünk egy oldalunk, mármint egy Facebook oldalunk, amit nagyon sokan néznek, már majdnem 1000 lájkolónk van. A bejegyzéseinket úgy tudom, már közel 30 000 látták, mert ugye hát az évek óta megy. Uh-huh. A program az így néz ki, nem tudom, merre mutassam. Igen, mutatták itt. Aha, a fiúk, jó. Minden kameraállásból. Igen, úgyhogy
Emellett én még azt akarom mondani, igen, mert ezt elfelejtettem mondani, hogy párhuzamosan ezzel együtt elindult egy másik program is a belvárosban, amit azért régen szerettünk volna, az most megvalósult egy másik egyesülettel, aminek az elnöke vagyok, ugyanis az Élőzen Egyesületnek, amelyik a Sóstón csinálja rendezvényeket, annak igazából csak alapító tagja vagyok, és a másik egyesület az más társasággal jött létre, és más lehetőséget tudtunk megragadni, egy pályázati lehetőséget, és így jött létre a téren nyáron, a Kossuth tér szomszédságában, ott a város alapítók szobránál. És ott is elindultak a programok múlt héten, a héten most pénteken is lesz, tehát holnap is lesz koncert. Holnap a Blues Balloons fog játszani. Most a többieket nem tudom, mert nem hoztam el a programot. És oda is nagyon sokan. De a Facebook oldalotokon folyamatosan lehet nézegetni, hogy mikor kijátszik, és akkor ugye nyilván a zenei stílusnak megfelelően kiválasztani, hogy Sóstón hallgatunk zenét, vagy esetleg a belvárosban. Megkeresnek titeket olyan zenekarok, akik mondjuk még nem nincs olyan nagy múltjuk, vagy olyan nagy rajongó táboruk, hogy be akarnak mutatkozni? Igen, vannak megkeresések, és próbáljuk őket beszorítani, mert hogy sajnos nem fér be mindenki ebbe az időszakba, mert ugye Sóstón minden szerdán és szombaton vannak koncertek, és körülbelül 20 koncert nap van, sajnos többet nem tudunk bevállalni. Hány órakor kezdődnek a koncertek Sóstón? A koncertek minden szerdán és meg szombaton is 18:30-kor kezdődnek, és akkor ezek általában ilyen egy órás koncertek. És a belváros? Péntek? A belvárosban pedig úgy, hogy ott 7 órakor kezdődik, és ott is ilyen egy órás, tényleg 8 órakor már vége van. És tulajdonképpen mind a két esemény ilyen augusztus 15-e, 20-a környékén zárul, mert hát ugye utána kezdődik egy másik fesztivál a városban, és ezt úgy kellett időzítenünk, hogy azért ne legyen ütközés, mert akkor az úgy nem fesztivál, jó. Hát figyelj, én azt kívánom, hogy csinálj még egy egyesületet, és akkor legyen egy olyan hely, még Nyíregyházán, mert mondjuk van egy-kettő, ahol rendszeresen legyenek élőzenés fellépések, meg bulik, mert egyébként tényleg régen annyi hely volt Nyíregyházán, és most az is sokkal, nyilván megváltozott a szórakozás, közösségi oldalak elszippantják az embereket a személyes találkozástól, de hát ha fog ez a dolog változni, és a nyár az nagyon jó fórum erre, hogy egy kicsit megtapasztaljuk, hogy milyen jó tényleg találkozni, tényleg beszélgetni, leülni egymás mellé, és nem csak csetelni, hanem normális emberi kapcsolatokat fenntartani klassz zene mellett. Hát ettől jobb nincs téren nyáron, reméljük így lesz. És nagyon sokan lesznek majd a zenekarok kedvencei, vagy kedvenc nézői tulajdonképpen. Na, ebben már majdnem belebonyolódtam, az időnk meg elfogyott, úgyhogy kívánunk nektek sok sikert, és köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagyon voltam. Köszönjük, és várunk mindenkit szeretettel. Kedves nézőink, hát ennyi fért a Weekend első részébe, de érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is. A híradó előtt nézzenek meg egy bejátszást. Móri Zsigmond születésének 142. évfordulójára emlékeztek kedden a megyei könyvtár előtti téren. A megemlékezés mellett a könyvtár nyári programjairól is beszámolunk. Ünnepélyes koszorúzással emlékeztek Móricz Zsigmondra születésének 142. évfordulója alkalmából. A könyvtár a helytörténeti gyűjteményében őrzi Móricz életművét, amelyet korábban Móricz Virág, az író lánya adományozott az intézménynek. A hagyatékban a műveken túl számos kézirat, magánlevelezés és jegyzet is megtalálható. Egyrészt gyűjtjük az Móricz életművet, ide tartozik minden olyan irodalom, ami Móricz és a megye kapcsolatát dolgozza fel. Szabolcsi gyűjteményünk nagyon gazdag, 227 műve, és ebből 150 eredeti első kiadású mű megtalálható ebben a gyűjteményben. Fontos, hogy ezeket nem csak megőrizzük, de tovább is adjuk, és ápoljuk azt az irodalmi, kulturális örökséget, amelyet Móricz hagyott ránk. Nem csak, hogy mert a névadónk, de ugye megyei hatókörű városi könyvtárként kötelességünk, nem csak Móricz, de Kölcsei, Kródi, Váci Mihály irodalmi munkásságát is megőrizni. Tesszük ezt ilyenkor születésének évfordulójára emlékezve, de számtalan más alkalommal, tudományos konferenciákat szervezünk, de volt olvasótábor,
könyvkiadással is foglalkozunk, folyóiratkiadással, rendszeresen a Szabolcs-Szatmári szemlébe jelennek meg ezzel kapcsolatos alkotások, feldolgozott művek, és hát a fiatal generációnak is próbáljuk ezt átadni. Az olvasótáborok, olvasó népszerűsítő foglalkozások, gyermekrendezmények keretében is. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy megújítsuk a gyermekkönyvtárunkat, hiszen egy modern, 21. századi könyvtárba szívesebben jönnek a gyerekek, és hogyha már megfogjuk őket, akkor könnyebb megtartani és irányítani olyan irodalmi művek felé, melyek a mai fiatalokat megfogja, érdekli, és ide tartozik azért még Móricz Zsigmond munkája közül is néhány, nem csak kötelező irodalmi mű. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár nem csak ezen a napon őrzi az irodalmi kulturális értékeket. Író-olvasó találkozókkal, olvasó táborokkal, könyv- és folyóirat szerkesztéssel arról gondoskodik, hogy megújuljon az irodalmat kedvelők tábora, a Kultúrkockó, Pocket közösség és képregénytár program sorozatokkal a fiatal generációt szeretnék megszólítani. A szervezők júliusban és augusztusban is arra törekszenek, hogy a könyvtár olyan közösségi térként működjön, mely a fiatalok elvárásaihoz és lendületéhez is alkalmazkodni tud. Nyáron vannak kiállításaink, egy új részlegünk nyílt, vagy fog nyílni majd augusztus 3-án. Ezt a pandémia alatt fejlesztettük ki Kertész Sándor művésztanár segítségével, képregénytár. Úgyhogy egy új részleg, elsősorban a fiatal korosztályt szeretnénk ezzel megszólítani, de hát ott van a Kultúrkuckó, a Pocket közösség, akik szintén nagyon aktívak és terveznek egy italvós bulit a nyár folyamán, és a Vidor fesztiválhoz is szeretnénk kapcsolódni. Ekkor lesz majd az ünnepi könyvhét is, illetve különböző képregényes programokkal, képregénybőrzével, kiállítás megnyitókkal várjuk majd az olvasókat, és hát természetesen egész nyáron nyitva leszünk, hiszen úgy gondolom, hogy eleget voltunk már bezárva, és nyitottak a kapuink, ajtóink, és várjuk kedves olvasóinkat. Bár a könyvektől roskadozó könyvespolc jól mutat az otthonunkban is, a kölcsönzött könyveket vissza kell vinni a könyvtárba. A vissza nem vitt könyvek és a lejárt határidő kérdése most következmények nélkül megoldható. Semmi gond, nem számítunk fel késedelmi díjat, hiszen ez nem az ő hibája, nem az olvasóink tehetnek erről a rendkívüli helyzetről. Visszahozhatják a könyveket, meg is tudjuk hosszabbítani. Létezik már e-mobil card alkalmazásunk, illetve online is be lehet iratkozni. Tehát számtalan olyan új alkalmazást, lehetőséget hozott számunkra a pandémia, melyek az olvasóknak szerintem gyors hétköznapi életéhez teljesen be tudott épülni, és természetesen most is van az a szolgáltatásunk, hogy aki rohan, nem tud még bejönni a könyvtárba, annak az ajtóban, küszöbön vagy az ablakon kiadjuk az előre összekészített könyveket. A könyvtár júliusban és augusztusban is várja az olvasó közönséget, az olvasás élményén túl megújult sokszínű programokkal. Kedves nézőink, ez már a Weekend második része, sporttal megyünk tovább, a futball sokáig csak a férfiak játéka volt. Jó ideje azonban hölgyek is rúgják a labdát, sőt, nem csak a pályán, hanem a pálya szélén is képviselik a gyengébbnek mondott nemet. Stúdiumban dr. Gavalla Kulcsár Judit, játékvezető asszisztens, a FIFA keret tagja. Szia Judit, jó estét! Szervusz. Jó estét a nézőknek! Azért mégiscsak izgalmas vagy érdekes dolog az, hogy egy hölgy áll ugye ott a pálya szélén, és hát nagyon fontos szerepe van, mert már szerintem azt is megszokjuk, hogy vannak női focisták, bár még egy kicsit olyan érdekes, de azt, hogy tényleg ott annyi férfi között, és azért a drukkerek nagy része is zömében azért még mindig férfi, egy csaj állja a sarat, az szerintem egy rendkívüli dolog. Hát nem ma kezdted a pályát, Judit. Mi volt az első ilyen elhivatás? Mikor érezted azt, hogy neked mindenképpen a foci táján van keresni valód? Igazából ezt nem én döntöttem el. Gyerekkoromban nagyon sokat fociztam, így a szomszédokkal, ugye Nibrányi születésű vagyok, és a szomszédainkban
szinte csak fiúk voltak, és hát adott volt, ugye még az más világ volt annak idején, nagyon sokat voltunk együtt, sokat fociztunk, meg mindenféle sportot üztünk igazából, és ez úgy az életemet is végigkísérte az általános iskolában, művészi torna, atletizálás, ott is egy kicsit már a fociba belekóstoltunk. Középiskolában volt egy kis középiskolai csapatunk, és az egyetemen igazából minden éven rendeznek egy focikupát tavasszal, és ebben egy vegyes csapatot, igazából egy hobbi csapatot csináltunk, amire felfigyelt egy már akkor játékvezető srác, aki a bátyám is oda járt Miskolcra egyetemre, és mondta nekem, hogy milyen lehetőségek vannak, ez 2001-ben volt, akkor alakult meg igazából a női keret, az országos női keret először, így kimondottan, tehát amiben már voltak külön női játékvezetők, asszisztensek, előtte is volt egyébként, de ők ugye a fiúk között végül is csak úgy működtek, nem kifejezetten osztályba sorolva, és elvégeztem a tanfolyamot 2001-ben, ami tényleg úgy történt, hogy az akkori vezetők megkérdezték tőlem, hogy ezt én tényleg komolyan szeretném-e csinálni, ugye akkor a jogi egyetemre jártam, és nem nagyon gondolták, hogy ez hogy férhet össze ez a két dolog, de azt igazából az egész életemben, amit elkezdtem komolyan csinálni, azt és szerettem, és azt végig csináltam. Úgyhogy így alakult, 2001-ben levizsgáztam, 2002-ben már országos keret meccsein szerepeltem, 2003-tól már bekerültem az országos keretbe, és igazából adott volt a lehetőség 2003 őszén, hogy jelöljenek a nemzetközi keretbe, ugye az is fontos volt, hogy a nyelvvizsgám az megvolt már ekkor, az alapfeltétel volt, és 2004-től már a nemzetközi keretben szereplek asszisztensként. Itt 2007-ben a megyében te voltál az év női játékvezetője. Még mielőtt itt a nemzetközi fociról, meg a tapasztalataidról beszélnénk egy kicsit, hogy érzed egyébként így a személyiségedben, tehát egy picit megkeményített ez, hogy fiúkkal nőttél föl, és azért mégiscsak meg kellett tanulnod küzdeni, nem csak a focipályán, hanem nyilván ott kiharcolni a hierarchiát egymás között? Nagyon fontos a személyiség egyébként. Én azt érzem az évek alatt, hogy a tapasztalatszerzés az a javamra vált igazából a pályán, amit annak idején ugye esetleg megsértődtem mondjuk egy, vagy nem úgy reagáltam egy játékosnak. Szerintem ez a pedagógia, én szeretem ezeket tanulni, sokat olvasok is utána, és igazából egyre jobban ilyen játékos központú lettem, inkább azt mondanám, tehát ha valami konfliktus van, abban nem beleállok már a pályán, hanem próbálom a játékosokkal megbeszélni, mert hogy szerintem a játékvezetésnek ez az egyik alapja, hogy kommunikálni kell a játékosokkal, mert ha nem úgy kommunikálunk vele, ez mint a pedagógia, tehát mint egy tanár meg a diákjai, tehát meg kell velük beszélni, ha kérdeznek, válaszolnunk kell, olyan választ kell adni, amire ők kíváncsiak, tehát a kérdésükre válaszolva, nem elterelni a kérdést, tehát más irányba. Úgyhogy én nagyon azt érzem, hogy ez a tapasztalat, és az a baj, hogy ezt igazából a tapasztalatot át lehet adni, de meg kell élnie mindenkinek. Most ez valakinek vagy sikerül az évek alatt, vagy nem, de én úgy érzem, hogy ezt nagyon magamévá tudtam tenni, vagyis igyekeztem legalábbis. És mondjuk az esetleges negatív érzésekből mennyi jut neked? Mert ugye az, hogy a bíró cidja a közönség, az egy bevett szokás legalábbis a magyar meccseken. Megmondom őszintén, hogy idény elején általában mindenre érzékenyebb az ember. Ugye akkor nem nagyon találkozik meccseken, nem nagyon találkozik konfliktus helyzetekkel, egy-egy beszólással, amit úgy aztán az idényben, a második, harmadik meccsen már hozzászokik az ember, tehát azokat elengedi. Aztán a másik végpont az idény vége, amikor már a játékosok is fáradtabbak, ők is könnyebben elengedik a gondolataikat. Akkor már nem sértődsz meg annyira. De nem, egyébként nem szoktam megsértődni. Igazából tudom, hogy az nem nekem szól, általában egy reakció. Az is lehet, hogy nekem szól, az is lehet, hogy igazuk van a játékosoknak. Tehát ezt kell befogadni igazából, hogy nem feltétlenül kell úgy kijönni egy szituációba, hogy már pedig nekem igazam van, hanem tényleg van olyan, amikor azt mondom a játékosnak, hogy lehet, hogy elnéztem,
mondjuk ebből ne legyen 2 percenként egy, mert akkor ugye hiteltelenné válik az ember, de egyszer-kétszer az belefér azt mondani, hogy igen, tévedtem. Amikor egy Európa-bajnokság van, vagy egy világbajnokság van, akkor gyakorlatilag még az is néz focit, aki egyébként nem egy focirajongó. Most itt Nyíregyházán és környékén is hihetetlen hangulat volt, ugye kivetítőkön nézték az emberek együtt, tehát ez valóban egy közösségi élmény volt. Most már sajnos az időnk elfogyott, úgyhogy ennek a mostani szezonnak az elemzésére nem futja, viszont talán annyit még mesél, Judit, hogy mi volt neked a legkatartikusabb nemzetközi játék, vagy az, ahol te tényleg játékvezető asszisztensként szerepeltél, és téged is magával ragadott a foci. Amin részt vettem, és ami szerintem a csúcsa volt a pályafutásomnak, az a Női Bajnokok Ligája döntő volt, amiről elhoztam a kis relikviáimat. Az egy fantasztikus dolog volt, egy nagyon szakmailag is egy nagyon nagy elismerés, ugye magyar játékvezetői csapat vett részt ezen az eseményen, és hát az egy örök élmény, tehát ez a csúcsa igazából, mint ahogy ugye a férfiaknál is ilyen klub szinten a Bajnokok Ligája. Hát Judit, köszönjük szépen, hogy itt voltál, nagyon jó egészséget, és kívánjuk hogy ezt a csúcsot még sikerüljön egy kicsit feljebb pozícionálni, emelni, és tényleg nagyon sok szép élményed és sikered legyen a pályán. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm én is, viszont kívánom. Kedves nézők, mi pedig egy kis programajánlóval megyünk tovább. Vannak, akik állandóan feszegetik a határaikat, közép tartoznak az extrém sportolók, sivatagi kánikulában, sarkvidéki hidegben is keresik a kihívásokat. Következő vendégünk is többször megmérette már magát extrém körülmények között. Suga Timi a vendégünk, szia, jó estét! Mi az, ami folyamatosan űzi az hozzád hasonló versenyzőket, és nem tudtak nyugodtan a feneketeken ülni, még ilyen nehezített körülmények között is, mint a pandémia, feszegetitek a határaitokat? Én már többször elmondtam, hogy 2018-ban kerültem ebbe a közegbe, és az első verseny után ott ragadtam. Tehát ez egy majd 10 000 fős sportolói közeg, ebben vannak élményfutók, vannak profi versenyzők, és ugye vannak az elit versenyzők. Igazából mindig el szoktam mondani, hogy aki egyszer oda eljön, megfertőződik, nem csak a verseny miatt, nyilván az is mindenkinek egy önmaga által legyőzendő kihívás, de az, tehát ott ember és ember között nincs különbség, nincs az, hogy férfi, nő, gazdag, szegény. Tehát, hogy ki honnan jön, ott mindenki egy. Tehát egy nagyon-nagyon jó érzés ebbe a közegbe tartozni, segíteni egymásnak, és itt tényleg mindenki egyként szereti egymást. Mondtad, hogy van profi, és van... Age group, tehát igen. Javítok, tehát hogy open, age group és elit kategóriák az vannak. Az elit kategória az mondjuk mennyivel magasabb minőség, tehát oda kijuthat el? Hát az elit kategória az a legmagasabb minőség. Magyarországról is vannak elit versenyzők, nagyon szép eredményeket érnek el. Itt külön kiemelném Groholy Babettet, akit személyesen is ismerek. Tehát ő tavaly is az ultra bajnokságon első helyezettet ért el. Ez a Spartanban az egyik legnehezebb fokozat az ultra, ami több mint 50 kilométer, több mint 80 akadály és több mint 3000 szint. Tehát oda tényleg kőkemény, évek óta edzenek ezek a versenyzők. Tehát ők versenyszinten űzik ezt a sportot. Mikor könnyebb, télen vagy nyáron versenyezni? Vagy van-e ideális évszak?
Ez mindenkinek más. Én jobban szeretek esőbe, hidegbe versenyezni, bár az eső az nagyon nehezíti, ugye, mert az akadályok olyankor vizesek, tehát sokkal nagyobb az esély arra, hogy hibázzunk. Engem meleg, szerintem azért a sportolók nagy többségét rendkívül megvisel. Aha, tehát azért, mikor a hegyen megyünk, felfele baktatunk akár 20-25 kg-os homokzsákkal, amellett egy 36-40 fok hőség, ugye, és helyre felfele, szerintem sokkal nehezebb számomra. Én jobban szeretem a hűvös, vagy akár még a télit, mert a Spartának szokott lenni egy winter futama, egy évben egyszer. Idén sajnos ez elmaradt a Covid miatt, de előtte kétszer voltam, és nekem az egy óriási élmény volt. Azért voltak olyan pillanatok, amikor tényleg a földön voltál, illetve nem is volt biztos, hogy onnan fölállsz. Tehát azért voltak sérülések, te voltál mentőben kiszáradva. Tehát mindenféle extrém fizikai tünetet produkáltál, és aztán mégis jött egy pont, amikor fölálltál. Érezted valaha azt, hogy na, innen aztán nincs tovább, most itt maradok, itt a vég? A leges legjobban tavaly Bialkán, amikor trifakta hétvégéztem, és amikor legutóbb voltam bent nálad, ezt el is meséltem, ott túl voltam a Bisten, a Szuperen, és ugye a Sprint, tehát ezt a három távot egy adott hétvégén kell teljesíteni. Ez mennyi összesen, egy kicsit elevenítsük föl, mert hát, neked ez evidencia, nekem nem? Igen, a Bist az 21 pluszos, tehát 21-22 kilométer, a Szuper általában egy olyan 12-13 kilométer, és akkor még erre jön a Sprint, ami hát 6-7-8 kilométer, tehát 5 pluszos, és akkor már a Sprintnél voltam, és tudtam, hogy nincs hátra csak 2 kilométer, tehát ez ilyen 40 kilométer körüli táv összesen, és ugye nyilván ehhez jön 50-80 akadály, tehát amit végig kell csinálni, vagy ha nem sikerül, ugye akkor 30 burpee a büntetés, 4 ütemű fekvőtámasz. És az egy borzasztó meleg hétvége volt, sípályán csak fel és le, fel és le, tehát nagyon, pár száz métert voltunk erdőben. Ott volt az, amikor azt éreztem, hogy nem tudtam honnan kapaszkodni, hogy hogyan tovább, holott tudtam, hogy már egy-két kilométer is bent vagyok, és tényleg vége. És azt, de mindig összeszedi az ember magát, tehát annyira lent soha nem tudsz lenni. Legutóbb, tehát az, hogy megsérülök, igen, hát az sokszor az én csapságomnak is köszönhető, ugye, hogy menjünk, csináljuk, dur bele, most is ezt történt Ukrajnában, tehát igen, én vagy megsérülök, vagy eltévedek. Tehát most is ez volt, hogy 21-70 volt az átlag kilométer, nekem sikerült majd 25 kilométer alatt beérni, tehát azért 2-3 kilométer. Szeretem a pályát, jól érzem magam kint, úgy látszik. Mennyit kell ehhez edzeni? Hát sokat. Heti 3-4 edzés kell ehhez, heti kétszer futni kell legalább, és két erőléte edzés kell. Mindenkinek javaslom, bár most akik néznek, ismerőseim nagyon meg fognak követni, mert a munkámból adódóan én ezt most nagyon-nagyon elhanyagoltam, de mindenkit arra biztatok, hogy folyamatos edzés mellett csinálja ezt a sportot, de itt elmondanám, hogy idén végre Magyarországon is, a sok-sok lemondott verseny után, jövő hétvégén, nem is olyan messze tőlünk, az Innsbruckon rendezik meg az első Spartan Trifecta hétvégét ebben az évben, és ott ugye van egy open kategória. Az annyival könnyebb, mint a versenyzőknek, hogy igazából bárki elindulhat, kipróbálhatja magát, így van. 5 kilométer, tehát a sprintávot javaslom kezdésnek, ott van segítség, tehát ott egymást lehet segíteni, ami azt jelenti, hogyha jön egy nagy palánk, nem az van, hogy egyedül kell megoldania és büntetés, hanem ott lehet egymást segíteni. Uh-huh. Itt a burpee-ket ki lehet váltani, bár nem javaslom, mert azt gondolom, hogy ha valaki már egy ilyen elindul, akkor már ha 10 perc alatt és azt a 30 darab négy ütemű fekvőtámaszt csinálja meg, ne írassa fel, és menjen tovább, sokkal nagyobb boldogság lesz neki ez az érem. Timi, legutóbb viszont Lengyelországban voltatok, ugye?
ugye? Nem. Ukrajnában? Ukrajnában milyen voltunk. Eredményeket értetek el még? Talán ennyi időnk van, illetve hányan mentetek? 26-an mentünk Magyarországról, nagyon szép létszámmal képviseltük Magyarországot, egy önkéntesünk volt, tehát 25 versenyző, és én azt mondom, hogy a 25 versenyzőből majd 20 érmet elhoztunk, tehát aranyérmeket, ezüstérmeket, nagyon sok magyar állt dobogón. Nagyon vendégszeretőek voltak velünk Ukrajnában, bár az eredményhirdetésnél nem biztos, hogy annyira örültek, szinte minden korosztályba állt magyar a dobogón, és még annyit szeretnék hozzátenni, hogy azt tudni kell, hogy ez egy Nyíregyházán van egy kétszeres Spartan Ultra világbajnokunk, Vitkai Elemér, Serfőző Antika volt velünk, Dudás Ede és Kővári János, aki ismételten a korosztály aranyérmes lett, ugyanúgy, mint Andika, tehát Nyíregyházáról mindenki éremmel tért haza. Szuper csapat. Na hát Kazincz Barcikán is sok sikert kívánunk nektek, és büszkék vagyunk rátok. Köszönjük. Köszönjük szépen, és jó, gyertek minél többen. Kedves nézők, mi pedig programajánlóval folytatjuk. Jó. Emelnek, dobnak, cipelnek, egymással vetélkednek, ők azok az erős emberek, akik mázsás súlyokkal küzdenek meg egy-egy versenyen. Vetélytársak, de egyben sporttársak is, erről is beszélgetünk következő vendégünkkel, ifjabb Fekete Lászlóval, a Natúr erős ember világbajnokkal. Szia, Laci! Hát köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlöm a televízió nézőit! Most nagy szervezésben vagy, és hála ennek az elmúlt időszaknak, azt gondolom, hogy sok embert hívhatunk egy jótékonysági viadalra, ami itt lesz nem is olyan messze Nyíregyháza központjától. Mesélj erről egy kicsit. Igen, hát én nagyon bízom benne, hogy rengetegen, vagy aki teheti, el fog jönni ugye erre a rendezvényre. Ez ugye júli 3-án, tehát szombaton, 12 órától, hát váratólag olyan 2 óráig, fél háromig fog ugye tartani maga ez a, illetve a mi rendezvényünk, mert a Guido Lobardába, ott ugye a, hát maga a fő szervezők egy ilyen díjugrató napokat ugye szerveznek, hát ebbennek a keretén vagyunk mi, tehát déltől 12 órától fél háromig. És hát gondolom, hogy nem egyedül leszel erős ember, hanem lesznek egy jó páran. Mi mindenre számíthatnak azok, akik kilátogatnak majd holnap délben? Hát nem egyedül, már egyedül nehéz lenne, bár nem, mintha nem tudnánk ugye valami látványt ugye nyújtani, de én nagyon örülök annak, hogy az elmúlt ugye évek munkája, tehát itt nem az aporol, mert hát ő ugye már ugye letette ebbe a műfajba, amit ugye lehetett, már ugye rajtunk a fiatal, feltörekvő gyerekeken van itt a, hát hogy fogalmazok, itt a világszeme, így fogalmazhatjuk, igen. Tehát én azt gondolom, hogy én ugye 20 éve álltam neki ennek a műfajnak, röviden, tömören, ez idő alatt nyertem ugye 9-szer világbajnoki címet. Nagyon örülök, hogy egyre többen írnak ugye különböző oldalakon fiatalok, akik ugye magyar ajkú gyerekek, ugye ez mondjuk határon túl, ugye Felvidékről, vagy Erdélyből, vagy tényleg a Sopronból, Győrből, különböző helyekről, hogy szeretnének ebből a műfajjal ugye foglalkozni, de nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, mert én tudom, tehát tudom, hogy milyen nehéz megszervezni, kolapogatni, támogatók, önkormányzat, tehát nem egyszerű műfaj, lehet, hogy ez nehezebb, mint megemelni nehezebb, igen. Egy súlyt. Nehezebb, viszont ugye azért próbálom ezeket a fiúkat fölkarolni, mert én avval a szemlélettel vagyok, hogy ezeknek a gyerekeknek, ezt meg fogod nyilvánvaló érteni, mert maga a televízió nézői egyértelműen igazat fognak nekem abba adni. Tehát ugye az apu előtt tényleg le a kalappal, ugye nívó színvonal világbajnok, ő inkább a nagyobb rendezvényeket igyekszik, megvan a megfelelő háttere, hogy ami nekem még nem nagyon van meg, az nem azt jelenti, hogy majd idővel nem alakul ki, de egyelőre ugye majd a fater még... Majd amikor te leszel az idősebbik, Fekete igen, László. Igen, meg majd jönnek a gyerekek, unokák, úgyhogy... Tehát a lényeg, hogy az apu ugye ennek a sportágnak az EB, vagy a VB-jét, vagy a nemzetközi eseményeit ugye szervezi. Hát én meg úgy voltam vele, hogy mindig írják a fiatalok, hogy hú, de jó, Laci, nektek.
hogy mindig ott vagytok a világbajnokságon, a nagyobb rendezvényeken, a Fekete Família, apu meg a Fekete Laci fiai. De hát, hogy mi van velünk, mármint ugye a többi fiatal gyerekkel, mert ők szeretnének indulni, de hát, hogy nem nagyon tudnak oda jutni, mert akkor a kellékekkel dolgozunk, meg olyan nagy tömeggel, hogy hát, ha nem tudnak ebbe ugye részt venni, vagy nem tudják magukat fölvenni. Igen. Na, akkor eldöntöttem, mondom, apu, mondom, hát ezeknek a fiúknak, mondom, nem elég, hogy évente egyet szervezünk, hogy... mert rá kell ösztönözni ezeket a gyerekeket, hogy legyen egy motiváció, vagy egy cél a szemük előtt, hogy egy évbe 10 van, Nagykáló, Nyíregyháza, Sopron, Pápa, hú, akkor álljunk neki, akkor készüljünk, mennek a havarokkal, tehát próbálnak felkészülni. De ha egy van rendezve, akkor mi ne kezdünk egy rendezve, tehát így akkor úgy elillan a fejükből ez a dolog, hogy ezzel a sportággal foglalkozzanak. Így ebben az évben megpróbáltam 8 olyan eseményt ugye megszervezni, hogy azokat a fiatalokat ugye az ország különböző pontjairól, vagy hogyha pandémia helyzet már megengedi, akkor ugye határon túli indulókat vagy magyarokat meghívni, akik tényleg felküzdötték magukat, de olyan eredményük van, amit nem kell szégyenkezni ugye a televízió előtt, hanem tényleg meg tudják mutatni, hogy mi a natúr erő. A natúrt meg azért akarom ki elmondom mindig, bár lehet az embernek a ócipója már teli van ebben, de kénytelenek vagyunk elmondani, mert nap mint nap találkozunk ebben. Lilahagyma, szalonna, dopping nélkül, tehát valóban bizonyítottan, tehát tényleg ezeket a fiatalokat próbáljuk felkarolni. És akkor így jött nekem a fejemből, pattant ki az ötlet, hogy 2 éve, hát ugye találkoztam 2 éve egy Varka, hát ugye a Varga Nikolettának hívják a hölgyet, meg ugye neki az apukájával, bemutatták a gyereküket, akit Varga Rékának hívják ugye ezt a tünemény gyermeket. Hát ő a 9. életévét töltötte be, én elmentem, meglátogattam őket, de hogyha egy beteg gyermekről van szó, az embernek a szíve ugye mindig összeszorul vagy megrándul, és hát ugye ez a gyermek olyan súlyos beteg, hogy ugye nem tud mozogni, nem nagyon tud magáról, ugye forgatja a szemeit, nyilvánvalóan a szakember vagy a szülő jobban el tudja mondani, hogy ugye mi a baj a gyermeknek, daganata van, be van ültetve, de tényleg nagyon rossz volt így látni, és akkor mondta anyukája, hogy ugye maga apukájának ugye hát a szívében van probléma, anyukó lefogyott 40 kiló alá, aztán ugye hát, hogy a gyermeknek hetente 3-szor megy a masszőr, ugye mozgatni a kezét, gyúrni, hogy helyre rakják, ami pénzbe kerül, akkor ugye egy-két ugye tolószéket, ágyat megvenni, ami pénzbe kerül. Aztán... Laci, tehát nagyon fogy az időnk, akkor ha jól értem, tulajdonképpen ennek a jótékonysági rendezvénynek a bevétele ennek a kislánynak a támogatására fordít. Nem kimondottan ennek a rendezvénynek, hanem ugye több rendezvényt ugye próbálunk ugye szervezni, mert röviden tömören helyezünk oda ki egy adománygyűjtő ládát, igen, akkor aki szeretne támogatni a gyereket, tehát kimondottan a gyermeket, akkor ebbe beledobhatja az ő általa gondolt anyagit, amit ott a rendezvény után meg fog kapni, ugye a szülők megkapnak, így a gyerekre tudják költeni, amit ők jónak látnak. Nagyon szép dolog, hát az izmok mögött ugye egy érző szív dobog, ez is látszik, és hogy számotokra nem csak a szórakoztatás, hanem a segítség is egy rendkívül fontos dolog. Ez a kettő karban jár. Laci, tehát akkor holnap 12 órakor Guidó Park, erős ifjak viadala, akik ugye Lilahagymán és Szalonnán kondicionálódtak, vagy nőttek ilyen nagyra. Körülbelül hány ilyen eszközön fogtok majd bemutatózni? Egy fél óra terejéig tényleg röviden, hogy itt nem azért jöttem be, hogy én páviánkodjak abban, hogy a gyermeket támogatjuk, mert ez nem nekem köszönhető, hanem azoknak, akik adományoznak, meg ott vannak. Tehát én annyit tettem, amennyit ehhez ugye hozzá tudtam tenni, de maga a rendezvényen 6 gyakorlat van, tehát itt olyan kellékek vannak, amit hát nehezen lehet megfogni, nem konditermi kellékek vannak, hanem például ugye a tévében látható, ugye kőgolyókat kell emelni, akkor traktorgumit kell forgatni időre, akkor ugye vannak ilyen fém kofferek, fém bőröndök, amivel ugye menni kell, 20 métert, 30 métert ugye időre, de én azt gondolom, hogy az ide kilátogató szülők, gyerekek, tehát mindenki meg fogja találni a kedvére valót, főleg úgy, hogy maga itt ezen a rendezvényen, tehát hívtunk bohócot, arcfestőt, hát olyan programokat, amit a gyerekeket ingyen bérmentve ugye igénybe tudják majd venni. Tehát egy klassz kis szombat délután már mindenkire, köszönjük. Várunk szépen. Mindenki szeretettel. Köszönjük, hogy itt voltál. Kedves nézőink, a Weekend ezzel véget ért, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, nagyon szép hétvégét kívánunk, viszontlátásra!